Több zsáknyi paprika, több ládányi paradicsom, sonka és kolbász állt egy asztalra összekészítve pénteken kora reggel a piac előtt. A több száz adagnyi lecsó elkészítéséhez szükséges alapanyagokat 13 városi piacról ismert kereskedő ajánlotta fel. Az árvízi védekezésben résztvevőknek készít meleg ebédet a finomságokból a Városgondnokság catering cége. Fehérvár így módon is szeretné kivenni a részét az árvíz elleni védekezésből. Ezt is hálásan köszönöm minden Székesfehérvárnak, akik az elmúlt napokban Gátakon segítkezett, több helyszínen is megjelentek székesfehérváriak. Másrészt pedig gondoltunk arra is, hogy egyrészt ma a piacnapon, holnap pedig a lecsó kapcsán, hogy a Gátakon küzdő magyaroknak egy kis segítséget nyújtsunk, és a székesfehérvári catering a piacosok felajánlásából több száz adag lecsót fog a mai nap folyamán elkészíteni. Így nem sokkal 7 óra után az alapanyagokat kocsiba rakták és az Alba Arénába szállították, hogy délben már ételdobozokba összekészített meleg lecsóval indulhassanak a Székesfehérvár catering munkatársai a Duna-Fejér megyei szakaszára. A piacos kereskedők több mint 150 kiló alapanyagot ajánlottak föl, ez nagyon nagy köszönet nekik, és ezeket az alapanyagból megfőzött közel 150 adag lecsót a mai nap délben el fogunk indulni és elvisszük. Várhatóan Kisapostagra a védekezésben résztvevő katonák, önkéntesek, katasztrófavédőknek az ellátásának a segítésére. Nem a mostani volt egyébként az egyetlen ételadomány, ami Fehérvárról a Gátakra érkezett a héten. A Deák Ferenc Technikum tanulói és oktatói többládányi pogácsával kedveskedtek az árvíz elleni védekezésben résztvevőknek a hét közepén.